Az álláskeresők számának csökkenése folyamatos a Vármegyében. 2022. decemberében 10.617 fő tartott álláskereső szerepelt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében, 277 fővel kevesebb, mint előző hónapban, az előző év azonos időszakához képest pedig 5,5%-os csökkenés figyelhető meg. Valamennyi ágozatra jellemző az, hogy vannak folyamatos állás lehetőségek. Nyilván a munkaerőpiaci körzeteknél más és más az, ami hangsúlyt élvez. A kecskeméti járásban az ipari foglalkozások és a szolgáltatások a kiemelkedőek. Decemberben a nyilvántartott álláskeresők aránya gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 4,3% volt Bács-Kiskunvár megyében. A munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 3,3%-os mértéket mutatott. Kollár Péter elmondta, a csökkenő tendencia az egész megyére jellemző. A csökkenő tendenciába az a rendkívül jó Bácskiskun megyébe, hogy valamennyi munkaerőpiaci közetre jellemző, tehát ez igaz Bácsalmástól Tiszakécskéig, és ez erősíti a megyeg, vármegye gazdasági helyzetét, hogy mindenhol a dinamikus, jó irányok, a iránymutatóak. Magyarországon 2022. második negyedévében az uniós átlag feletti volt a foglalkoztatási arány, a munkanélküliség irányát nézve pedig a legalacsonyabb mutatóval rendelkező országok között volt hazánk.